Peggy 18. Szervusztok, kedves nézőim! Eljött a legújabb adásunk a Postal 3-ban. Hát, mint látható az előző adásban, kicsit megkergettek minket a hippik, és szomorúan vandogultunk az utcán, amikor is Postal Dude újra találkozott régi kedvencével, Champel, a kutyájával. Aki meglepő rajongással viseltetik a Szefó sok nemi szerve iránt, mint látható is a képen, imádja a virslit. És hát ezt a rendőrök bizony nem nagyon nézték jó szemmel, és szegény Postal Dude-ot, mivel hogy ő sem, mondjuk úgy, hogy gazdája, hát bíróság elé állították, és hát elítélték, és bizony azt a büntetést rótták ki neki és a kutyájának, hogy szépen menjenek el egy kutyaiskolába, ahol is kiképzik majd Champet, és mindenféle ügyes feladatokat meg fog majd tudni oldani. Egészen pontosan a tanáruk nem más lesz, mint a National Geographicon látható kutyadoktor, de meglepő módon betámadták őket ismét a kínai triád tagjai, mert hogy a kutya hús is nagyon finom eledel számukra, és hát a kutya doktor most gyorsan adott nekünk egy lézerpointert, amivel el tudjuk majd intézni a triádot. Egészen pontosan úgy, hogy a lézerre rájuk világítunk, és kedves kutyánk Champ az bizony elintézi a nemi szervüket és egyéb testrészeiket. De azért, mint látható, olyan jól van megoldva ez a játék, hogy annyira nagyon nem eredményes ez a kutya, mint ahogy szeretnénk. És bizony a kínaiaknak így igencsak könnyű dolguk lenne, úgyhogy hamarosan én fegyvert fogok váltani, úgy érzem. Most először is valami fedezéket kell keresni, mert hát egy lézerrel, egy automata fegyverrel szemben nincs olyan sok esélyünk. Úgyhogy most gyorsan nézek magamnak valami jó kis feladatot. Hát most ez sokkoltam így nagy hirtelen, de lehet valami jobb módszert kéne találni. És már is jön egy újabb kínai úriember. És Champ, hát hogyha nem adjunk neki a lézert, akkor bizony ő tanástalanul bolyong ezen a pályán. Az a baj, hogy a kínaiak rengetegen vannak, úgyhogy el fog tartani ez egy darabig. De semmi gond, mert itt a halálos borz fegyverünk, úgyhogy most az akcióban is meglátjuk, hogy mire képes a borzunk. Ime. Hát a borz ez nem semmi, hát ez ki kellett volna találni más játékokba is. Ó, ez az itt a borz. Ennek is adunk egy borzot. Fú, egyszerre két emberrel is képes végezni. Nagyon durva fegyverrel nézzek, hogy szembe a kínaiak. És már csak annyi teendőnk van, hogy annyi kínait kell megölnünk, amennyit csak tudunk. És hát mindezt úgy, hogy életbe is maradjunk. És közben azért Champ is elkezdte már hála a jó Istennek nyilvászolni őket, úgyhogy talán már kicsit könnyebb lesz a dolgunk. Na, még egy kis borz. Jól van, egy újabb borz. Wow, öcsém, hogy szedi a torkukat, meg ilyeneket. Nekem mondjuk kár, hogy darabokra nem szedi őket, sokkal látványosabb lenne, esetleg letépni a fejüket, vagy karjukat, vagy valami egyéb végtagjaikat, amik alkalmassá teszik őket erre a feladatra. Ja, Istenem, ne hova még kínai, akivel végezhetünk borz általi halállal. Ah, ott van egy az üveg mögött. Meg kéne vizslatni kicsit közelebbről az illető úriembert. Szépen átmegyünk itt ezen az ajtón. És azt mondja, hogy ő is kapott egy kis borzot. Jó van. Nos, hölgyeim és uraim, azt hiszem lassan elérkezünk a játéknak a végéhez. Még nem tudom egészen pontosan mennyi úriemberrel kell végeznünk, de most ez a civil pont útba volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy inkább végzek vele. Na, itt van még ez az úriember is, nagyon jó. És már is vége van ennek a feladatnak. Nézzük, mit tudtunk kezdeni magunkkal. Jesus, help me! Oh shit, Champ, you asshole!
Hát igen, a kutyánkat még mindig szereti a vislit. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Postal 3 játékbemutató újabb epizódját. Találkozunk a következő részbe. Sziasztok!